Este 8 óra múlt. Lement a nap, sötétedik, és Pálma központba ott szembe. Vihar készül. Na, már teljesen. Ja. Nem szeretem a vihart, de szép így is. Kis fehér árbócos hajó. Annyira jól néz ki most a vizen, ugye, hogy a háttér is ilyen szürkés, meg fehér. Nem tudom, mennyire adja vissza a videóm. Sziasztok! Ma szeptember 14-e péntek van. Beadtam Noát, a kisunokámat az óvodába. És most megyek a Mercadonába. Kell vennem kézmosó, meg még péksütét, meg körülnézek. Aztán hazaviszem. És utána valószínű, hogy mivel csütörtök van, ma van piac Arenálban, elmegyek a piacra. Ez most nem élelmiszer, zöldségpiac, hanem tudjátok, ilyen mindenféle bóvli, ruházat, ilyenek. Hamisítványok, a táskák. Na mindegy, fölmegyek, körülnézek. Aztán ma vejem szabadnapos, ő fog a Noáért jönni az óviba. Úgyhogy délután is valami programot csinálok magamnak. Na, hazaértem a boltból. Ma is párás meleg idő van. Egyébként esőt mondtak reggel 7-től 10-ig. Ebből nem lett semmi. Pedig vittem az esernyőt is magam. Na, ezeket vettem. Vettem ezt a szivacsot. 1,30 € volt, ez a két darabos. Akkor vettem ezt a vizes kéztörlőt. Ez 80 cent volt. Csirkemájat vettem két csomaggal. 30 szekás mind a kettő, körülbelül igen, 32 deka. Egyébként kilója 3,85 €. Resztelt máj lesz ma az ebéd. Akkor vettem ezt a bogérlevelet, 12 dekás, 80 cent avokádó, 4 darab van benne. Kilója 3,99 €, tehát 4 € kilója. Ez a 4 szép nagy volt, 2,73 €. Akkor vettem egy szeletelt mandulát, 12,5 dekás, 2,07 € volt, mert cukkini krémlevest fogok készíteni, és a tetejére pirított mandula szelet lesz. Ezt, ha igaz, holnapra vettem, tehát nem ma eszik. Ez ilyen fagyasztott, bepanírozott sajtrolád, vagy sajtroló, 30 dekás, és ez kerül 2,40 €-be. Akkor vettem egy Natur görög joghurtot, 6 ilyen
kis doboz van benne, 1,60 €. Akkor Noának vettem egy vaníliás mazsolás csigát, 80 €. Akkor ilyen kis mini Honda hamburger zsemle, őt bokádosznak hívják. Mihez hasonlít? Nem a hamburger zsemléhez, hanem mint a cukrozatlan briós. 8 darab volt benne, már csak 7, mert a lányom felébredt, és egyet elvitt magának, egy mandarinnal kísérve. Szegény jó, meg van fázva, valamit megint összeszedett a munkahelyén. Na, és akkor ez a mini bocadillos volt, 8 darab, 1,25 €. Akkor vettem 2 ilyen bécsi zsemlét, 30 cent most darabja van, mikor 40, nem értem, mindegy, 30 cent darabja. És még amit vettem, rövid karaj, kilója 7,09 €, ez 57, de a 4 € volt. És az utolsó, amit vettem, ez a kézmosó, jól mondom, folyékony kézmosó. 1,50 €, ez ilyen utántöltős, mert dobozunk van, és ebbe 1 liter van. Na, úgyhogy ezeket vettem, és így fizettem 22,23 €. Kiültem picit az erkélyre, és készítettem reggelit, 2 szelet teljes kiörlésű pirítós, friss paradicsommal, már minthogy nyerssel, a tetején avokádóval, és egy icipici só, egy icipici bors van a tetején, icipici sót a paradicsomra tettem, illetve a 2 zöldség közé, és pár csepp oliva, extra szűz oliva olaja tetején. Úgyhogy ennyi, ez lesz a reggelim, jó kiadós, 2 szelet, egy is elég lett volna, de nem szeretem ott hagyni a fél avokádot, mert mindig megbarnul. Na, jó étvágyat nekem! Ebbe a nem is borús, hanem szürke időbe. Egyébként ott, beljebb pálmán, látom, hogy süt a nap a házak mögött. Isteni ez a szendvics. Azt mondtam, hogy sok lesz a 2. Nem lesz sok, mert nagyon jól esik. Ami hiányzik róla, egy kis fokhagymás extra szűz olívaolaj, tehát egy kis fokhagymás íz, mert ha nyers fokhagymát teszek, már most azt nem volt kedvem, hanem hogy legközelebb teszek el egy kis üveg olivába, belereszelek egy-két giriszt fokhagymát, és ilyen kis lekváros üvegbe, vagy valamibe beteszem a hűtőbe, hogy így szendvicsre. Ja, mert szerettem az avokádóhoz a fokhagymát, nekem az úgy jár hozzá? Nem tudom. Nem jár, de finom hozzá. Nem tudom, hogy elmegyek-e a piacra. Ugye mondtam, hogy csütörtökön van itt a Renába a piac. Lehet, hogy kihagyom, majd jövő héten megyek. Inkább kicsit pihizek 1-2 órát, aztán utána elkészítem a brokkoli krémlevest, meg resztelt májat. De nincs krumplim, úgyhogy illik, nem illik, kis párolytrist fogok hozzá készíteni. Én megeszem hozzá.
aki meg nem, az úgy járt, úgy, hogy, ja, igen, és délután pedig el fogok menni valahova. Kihasználom, hogy a vejem szabadnapos, most még alszanak, mind a ketten a lányom előbb fölkelt inni. Aztán vitt be magának reggelire egy mandarint, meg egy olyan kis bokadéját, amit mutattam, azt a mini zsemlét, ilyen kalátszerű anyagból van. Olyasmiből van talán, mint a brioche, nem, inkább a kalács, csak nincs túl, nem édes, natur, na itt dadogok, és de hát aztán visszavalszik ő is, de majd nem sokára keverek ki neki egy kis mézett fahéjjal, és beviszem, hogyha fel kell, akkor egye meg. Tegnap is evett, mert nem, a tolka nagyon ki van. Hétfőn kezdett tolkozni, vagy kedden, ugye a lábsérülése után. És ja nem, a múlt hetet már végig dolgoztam. Múlt hétfőn vagy kedden kezdett. Igen. Na de hát ilyen tömegben, ahol ő dolgozik, több száz ember van bent ott esténként. Nem nehéz elkapni mindenféle betegséget, úgyhogy ja, sajnos. Na, és akkor, ha megfőztem, akkor meg megebédeltem, meg pihentem egy picit, akkor délután elmegyek valamerre. Ha jó idő lesz, akkor kirándulni fogok menni, ha esni fog az eső, akkor pedig elmegyek a farmba, és megnézem, hogy miket lehet kapni így őszre. Nem akarok vásárolni, majd hónap végén ki akarunk menni a lányommal az Outletbe, itt, Majorkám, és a hónap utolsó csütörtökjén akcióban, valami nem tudom milyen csütörtöknek hívják ezt, a hónap utolsó csütörtökjét, és minden le van árazva ilyen 30-40%-kal, van ami még többel is. Egy sportcipőt akarok magamnak venni, egy fekete sportcipőt, egyébként is szükségem van rá, már otthon is akartam venni tavaly ősszel, mikor hazamentem, de valahogy nem kaptam olyat, ami nagyon fájós a lábam, mert most mindenféle csontkinövések jönnek ki rajtam. Nem hangzik jól, ugye? És a lábamon is. És na mindegy, úgyhogy elmegyünk, mert kell egy jó fekete sportcipő. Van itt nekem egy szürke rózsaszín, azt tavaly tavasszal vettem, mikor kiragadtam itt a stroke után, és már jobban lettem, tudtam sétálni, elmentünk, és a Decathlonba kaptunk egy kényelmes ilyen futócipőt, és meg van egy fehér, azt még otthon vettem márciusban idén, abba utaztam ki. Azt is ilyen Outletbe vettem Dunakeszin. És az egy fehér Nike. 30 ezer forintról volt. Hú, nem akarok hazudni. 15 ezerre leakciózva, fél áron utolsó darab volt. És na mindegy, abba utaztam ki, meg itt is, ha így kirándulni megyek, akkor azt veszem fel ezt a fehéret, mivel hogy nyár van, tehát. Na mindegy, és de kell nekem a hazaútra egy fekete sportcipő, egy olyan, amit télen otthon is tudok hordani. Én nagyon sportcipős vagyok, tehát ha lemegyek a lakótelepen, ahol lakom, vásárolni, vagy sétálni, mindig sportcipőbe megyek. Nem veszek föl rendes csizmát. Föl se öltözök rendesen. Én
A lányom az ki van tőlem otthon, mert otthon azért nem úgy öltöznek, mint itt. Itt nagyon szabadon járnak az emberek. Itt mindenki olyan sportosan, meg short, meg kint a senekük, még a legkövérebb nőnek is. Tehát itt nem foglalkoznak ilyenekkel. De hát ugye azért otthon más. Na mindegy, de engem nem érdekel. Én szeretek kényelmesen lenni, és én a lakótelepen nem vagyok hajlandó idézőjelbe rendes ruhába lemenni. Én a rendes ruhába dolgozni járok. És ha vásárolni megyek a lakótelepen, vagy sétálni, én sportruházatba megyek, sportcipővel, kényelmesen. Úgyhogy kell nekem egy fekete sportcipő. Jó, kényelmes legyen, tetszen, és ne aranyárba legyen. Na, jó, megmondtam, ugye? És mondom, a lényeg, hogy otthon tudjam hordani, otthon is tudjam télen hordani. Na, úgyhogy nem is tudom, miért kezdtem el ezt mondani. Ja, hogy délután megyek, ha esni fog, akkor a famba nézelődni, és hogy tényleg csak nézelődni akarok, vásárolni, nem? Mondjuk azért, ha látnék egy jó blúzt, vagy felsőt, ilyen hosszú, jó, vékonyabbat, ami majd ugye lassan itt is jönnek majd az ilyen 20-25 fokok, meg amiben akár haza is tudok utazni. Tehát ha látnék jó áron egy blúzt, vagy nem tudom, kényelmes anyagú felsőt, egy sötétebbet, mert világos kék, meg drap, hosszú lyuk blúzom van, a nem. Tehát egy sötétebbet, egy barna, néger barnát, vagy szürkét, vagy lehet, hogy legjobb lenne feketét, nem tudom. Nem tudom elképzelni, ezt így látnom kéne. Igen. Azt lehet, hogy vennék. Meg körül akarok nézni. Hát, ha a gyereknek látok valamit, hát magamnak semmit, hát ha minden jól megy, akkor jövő hónap végén indulok haza, van még addig 40-50 nap között, úgyhogy már nem akarok feleslegesen költeni semmire. Egyelőre ennyi. Jó sokat beszéltem a semmiről. Na, sziasztok! Voltam egy kis sétán, mert a délutáni elmenetelem nem sikerült. Nagyon borús volt az idő, egy picit esett is, úgyhogy a végén nem mentem sehova. Most mentem le sétálni egy órája, és bementem a Lidlibe almáért, vettem egy pár dolgot, megmutatom. És természetesen most este 8 órára kisütött a nap. Hát, mondjuk még nincs 8 óra, elnézést, csak 7:30, de hát. Na hát, csak ezeket vettem. Hú, nem látok. Naptól a szemem vibrál, hogy kimentem. Vettem egy doboz tojást, 12 darab van benne, és került 2,24 €-be. Akkor vettem egy ilyen csokis kekszet, a Lidlibe voltam, nem tudom, mondtam-e, szerintem mondtam. Ez a csokis keksz 12 dekás, és 1,40 € volt. Akkor vettem ezt a 4 darab golden almát, hát nem a legsárkább, de ez volt, és egy alma van otthon ott.
és a gyerek minden nap visz óviba almát, és ha azt az egyet megeszi ma este valaki, akkor na jó, szóval alma az nagyon kellett, úgyhogy megvettem ezt a 4 darabot, egyébként kilója 2 euró 8 cent, 79 deka volt ez a 4. Akkor vettem ezt a 3 darab mandarint, a mandarin kilója 2,89 euró, ez 48 deka volt. Vettem 3 darab édesburgonyát, kilója 2,59 euró volt, ez 86 deka, 3 holnap ebédre. Akkor vettem ezt a XXL csomagos, fél kilós kesudiót, jobban megérte, mint a 20 dekás, 4,99 euró volt, és vettem ezt a 3 darab kiflit, ez 50%-ba teljes kiörlésű, ennek darabja 29 cent. Hú, nagyon finom. Az a baj, hogy szeretem. Hát olyan 2 hetente szoktam egyet enni, de nekem azért javasoltabb a teljes kiörlésű, de isteni finom, és nem bírok ellenállni. Na, hát ezeket vettem a Lidlibe. Bőven elég, meg sok is volt, mivel, hogy ma már bevásároltam reggel a Mercadonába, mint láttátok. De valami mindig elfogy. Na, hát hazaértem a FAM-ból, nem vettem semmit, nem kaptam semmi olyat, ami úgy igazán tetszett volna. Fölmentem a gyerekosztályra, Noának néztem köntöst meg pizsamát, azt se kaptam, úgyhogy ennyi. Hazajöttem, és most készítek ebédet, de nem viszem túlzásba. Sütöttem ilyen zöldségeket, ez édesburgonya, fokhagymásos, olívaolajjal kentem meg sütés közben. Ez cukkini, ez is egy kis olívaolajot kapott, őrölt borsot, sót, és paradicsom van mellette sütve. Jó, és akkor ilyen mirelit sajtrudacska lesz hozzá, amit a Mercadonába szoktam venni. Kevesül a 100%-os csibemellből készült csibefalatka, és tettem mellé 4 darab halrudacskát. Úgyhogy ez lesz ma az ebéd, pedig rántott karajt akartam, a lányom imádja, meg is vettem tegnap, nagyon szépet, mutattam is a videóba tegnap, de most megmarad majd. Vagy lefagyasztom, és lesz belőle pár nap múlva rántott karaj, vagy holnap készítek belőle valami, nem tudom, lecsós szeletet, vagy valami. Majd meglátjuk, elfogy az a lényeg. Ott lenn, nézd! Sziasztok! Ma szeptember 16-a szombat van, és eljöttünk Noával csavarogni. Most bemegyünk egy játékboltba nézelődni, aztán a többi majd kiderül. Ez egyébként a Portopi bevásárlóközpont. Víz mellett van, szép helyen. Úgyhogy megnézzük a kis játékát, amit akar, ilyen olcsó 5 eurós játék, tehát nem visszük túlzásba. Aztán utána megebédel a Mekibe, én nem szoktam ott enni, csak ő, azért mondom, hogy megebédel, aztán meglátjuk. Na, és ez a... Régen. Voltál itt a Dedivel, igen, meg a Mamival? Meg a Nagyival hányszor voltál itt? Sokszor. Léden, voltál itt, mumma, meg daddy, meg mami. Igen. Gyere, nézzük a meg innen a kilátást. Ja, amikor nem dolgoznak télen, igen.
mekkora hajó van ott, nézd meg! Tengerjáró, oda néz. Egy szem van az oldalán, látod? Nagyon nagy. És ott megy egy komp, egy Balearia komp, most indul kifele. Látom, nagyon nagy. Ez egy steakhouse. De jó ez a mozgókép, vagy mi? Na, szép bevásárlóközpont egyébként, itt a mosdó. Olyan jók ezek a kis pihenőbeülők, ülj le, csücs! Még ilyen iskolatáskák is vannak kisgyerekeknek, de milyen jók. Ez milyen jó. És nem is drága, 20-24 létezik. Tök jól néz ki. Nagyon jó. Akciós. Igen. Milyen szép kis motorok. 99 euró. Ó, ember vagy mi ez? Szép. 2 euró, nem is drága. Jaj, de cuki. Jövök! Legó lány. Egy csomó szuper things. Az tényleg azok újak, az a kettő. Ez a Tittesztájszban van, ez a Hoabbe cuti. Aha. Ez Mrs. látod? Hát de ez inkább ilyen Halloween-es, nem? Elég csúnya. De te Oviba is ilyen, csak a kis csoportban van. Hát régen, mikor kisebbek voltatok. Hány darab van abban? Nagyon sok. Gyurma, vagy mi ez? Gyurma. Slime, vagy a nem slime? Slime. Gyurma. Bábszínház. De jó. Minden néztem. Egyből a legnagyobbat szeretnéd, mi? 144 euróira, nincs ágolt. Hát mondom, hogy az. Hú, de jó kis. 22 euró. Melyiket szeretnél? Van ilyen, a döttől itt. Ne ugrálj! Na milyen a játszó? Akkor menj játszani. De szép ez a kis templom, vagy kápolna, vagy mi ez? Milyen régi. Ülj bele!
Hazaértünk a sétánkról, útközben bementünk a Mercadónába, bevásároltunk, és ezeket vettük. Sonkát 2 euró 10 cent, húsletás, csirke szár, kilója 5 euró 39, alsó csirke szon kilója 4 euró 29, egy 30 dekás gaudason, kettő euró 20 cent, akkor ez a vegyes gyümölcs, joghurt, minden nullás, ez a bifidux, ez 1 euró 30, akkor Noának a kedvenc csokis pudingja habbal, ez 1 euró 30, bocsánat, 1 euró 35, akkor 4 sajtos pizza, 3,5 euró, fél kiló sárgarépa, $0.85, akkor a Noának 2 sajtos kosárka, 40 cent darabja, akkor ezt a, minek hívják, sajtos puki, vagy mi a neve, $0.75, akkor egy ilyen csokis minikex, 1 euró 30, akkor egy mozzarella, 95 cent, akkor 3 ilyen kínai marhahúsos leves, 85 cent darab, sajtos zsemle, 3 darab, 40 cent darabja, és egy padlizsán, 1 euró 80 cent kilója, ez 45 deka volt, ez az egy darab, jó nagy dagi, 83 cent. Ja, és ezt a lazanyát vettük, ezt mikróba meg lehet melegíteni, 2 euró 65. Ennyi. És itt a blokk. Mai ebédem kínai leves felturbozva póréhagymával és 2 ilyen félig lágy tojással, se nem lágy, se nem kemény, marhahúsos alap. Biztos jó lesz. Hogy rákaptam, pedig most ettem először 2 hete, azóta már 3-szor eszek.